A szegény fiú szemébe fölcsillant a hála könnye. Én is annyira megvolthatva, hogy majdnem elpirentettem. Vége lett az iskolának, hazaszélettünk valamennyien. Otthon folyton azon törtem a fejemet, hogyan kellene a dolgot bevezetnem, hogy anyám bizonyosan juttasson a szegény kis bojtár Imrének valamit. Csak hogy mindig el volt foglalva a sütéssel, főzéssel. Ha meg lett volna valami kis szabad ideje, akkor meg a szomszédasszonyok foglalták el. Így múlt el az este, így a másik nap délelőtt. Egyetlen délutánom volt már csak mindössze, s ha nem teszek hamarosan, akkor alig ha szomorú szívvel nem fekszik le az én kis párfogold. Pedig nem fog úgy lefeküdni ezen a szent estén, csak azért sem fog úgy lefeküdni. Azért vagyok az anyám fia, hogy nekem is legyen valamelyes jussom a házban. Hanem mindannak dacára dobogott a szívem, mikor az éléskamra kulcsát elfordítottam. Lázas sietséget dolgoztam. Fölkaptam egy még az imént a kemencéből kikerült hatalmas diós kalácsot, lehúztam pár kolbászt a poznáról, s azzal utcú oldalasztam az ajtón kifelé. Vissza nem néztem volna, vagy vakhóért. Az az utcán már futni is kezdtem. Hamar kiértem a majorba. Ott tartják a béresek könyörületből az árvát. Előkikerítettem a gyerekeket. Az ölébe csúsztattam drága terhemet. Nesze, Imre, mondta kimondhatatlan boldogsággal. Nesze, nézd, az anyukám költe. Először hazudtam, talán életembe, de lelkiismeretem nem tett miatt a szemrehányást. Imre keblemer borult, és szinte zokogva mormolt valamint, mint azt mondta volna, ezt meg kell köszönöm édes anyádnak. Vidoran mentem haza. Fél órával előbb még azon töbrengettem, vajon nem látott-e valaki. De most, mintha csak elfújtak volna egyszerre minden skrupulsomat. Otthon még nótóra is gyújtottam. Nem látott senki. Boldog egyetértésében töltünk el a szent estét. Későre jár már az idő, mikor felfektettek, magunk is birkóztunk az álommal. Minden áron színről színre akartuk látni a kis Jézust. Ki az éjjel látogatja meg a jó gyermekeket, hogy mindenütt felejtse valamit. Mert hát rakott szekére bajos volna nem visszamenni az égbe. A lovai tanán meg se bírnák fölfelé. Hanem hát hiában valamennyiekkel elnyomott a buzgóság. Aludtunk, és édeni álmokat hoztak nekünk a fehér szárnyas kis angyalok. Fölkeltek, külön sötétség bámult be az ablakon, hanem a szoba világos volt. Az asztal közepén hatalmas karácsonyfa állott, és arról 100 gyertya szórta vakító világosságát körös körül. Pillanat alatt talpon voltunk, s körül forgottuk a karácsonyfát. Mindjárt osztozkodni akartuk az ajándékokon, azaz legalább tudni, melyik mézes patkóhoz formálhatunk just. Apánk magyarázta, meg a tulajdon nyugodt. Mind a 4 testvéremnek kidiktálta már a jussát, csak róla nem ejtett fel a szót. Hát nekem mi hozott a kis Jézus? Próbálta figyelmet irányítani. Neked? Felelt ő komolyan. Igen, fiam, neked is hozott valami. Nézd, neked ezt a pálcát hozta. Azzal fölkelt, kézre fogta az asztalon nyújtózkodó hosszú nádpálcát, megragadott a galéromnál fogva, s ütni kezdett, ütni, de rettenetesen. Elordította magamat ijetembe és fájdalommal. Hanem azért jól kivettem édesapám minden szavát, amit mondott. Adok én neked tolvaj, hangzott a haragos kifakadás ajakáról. Nesze a te karácsony ajándékod. Levésárolom azt a sok elhurcolt kolbác a körödről. Tegnap hát meglestelek, most csak nem tagadod le, vagy akár megint megkesküdnél hamisan, te se honai imposztor gazember. És hogy e beszéd közben hányszor sugott a bálca, azt csak a jó Isten tudna megmondani. Sírtam, rittam, bögtem, hogy remegtek bele a falak, hanem atyám haragja még mindig nem volt kielégítve. Egyszer csak nem éreztem más semmit, elájultam.
Mi történt ezután vele? Nem tudom. Csak annyira emlékszem, hogy rettenet és álmaim voltak. Állambomba és mindig verést kaptam, pedig hangos szóval könyörögtem. Rívánkodtam szüleimnek. Elmondtam, hogy nem loptam, én még életemben csak tenna. Tenna könyörtem, mely egy szegény árvány, annak vittem az ellenséget. Csak az egyszer bocsássanak meg, és megkéményítem a szívemet. És nem könyörülök még többé soha, semmiféle éhezőn. Mire fölébredtem, Jancsi bátyám ott érpedelt, apám rettenetesen szitta. Te gazember, te! Hát miért nem tudtad előbb bevallani, hogy te voltál a tolvaj? Akkor nem verem annyira hálára a másikat. Most esik meg a szíved rajta? Most, hogy már megkapta a magáét? Agyon verlek mindjárt téged is. No, de a másiknak sem ártott. Tulajdon két szememmel láttam, hogy vitte a gazember azt az elemózsiát tegnap. Az ajtó megnyílt. Kis Bojtár Imre lépett be rajta a zárva. Egyenesen édesanyám felé tartott, megfogta a kezét, csókot nyomott rá, mondván. Isten fizesse meg, asszony néni, mit nekem karácsonyra küldött. Mi küldött én neked? Kérdezte anyám, hüledezve. Hát azt a kalácsot és kolbászt, mint a Pista hozott. Azt mondta asszony néni, küldte az árvának, hogy ne kelljen kenyérre eltöltenem a karácsony ünnepet. Jól láttam, édesanyám remegett, mint a nyárfa levél. Szemébe csillonni kezdett valami, bingo lépéssel, jött ágyamhoz, ölébe kapott és homlokon csókolt. Sal mellett alig tudta elmondani. Édes, kedves így gyerekem, te vagy az én szeretett jó fiam. Az okogás a szavát majdnem elfojtotta.